A koronavírus járvány ideje alatti kényszerszünet idején sem maradtak munkanélkül a Babics Kulturális Központ munkatársai. Segítették a város szociális ellátását, felújították a házat és átszervezték azokat a programokat, melyek a járványveszély miatt elmaradtak. Zsiko Zoltán, a Babics igazgatója azt mondja, minden olyan előadásra megváltott jegyet, amely elmaradt, visszaállt a ház. Azon dolgozunk, hogy azt a közel 2000 eseményt, amit ez az időszak érintett, ennek új időpontokat találjunk és új megállapodásokat kössünk. A vírusjárvány csökkenőben van, ami új lehetőséget biztosít a programszervezés területén. Meghozzuk azokat a döntéseket és lehetőséget teremtsünk arra, hogy minden vásárlónknak és minden látogatónknak visszafizessük a jegyárát. Most azt mondhatom, hogy mindenki vissza fogja kapni a jegyárát, aki pedig támogatni szeretne minket esetleg, vagy később szeretné elkölteni azt a pénzt, amit itt hagyott, nekik egy utalványozási rendszeren dolgozunk, de a lényeg az, hogy mindenkinek megtaláljuk a megoldást arra, hogy hogyan fogja tudni visszakapni, vagy hozzájutni ahhoz az összeghez, amit itt nálunk elköltött. A közös gondolkodás most ott tart, hogy azt látjuk, hogy a veszélyhelyzetet hamarosan meg fogják szüntetni, és egyre jobban enyhítik és engedélyezni fogják a szabadtéri rendezvények megtartását, és bízunk abban, hogy hamarosan kinyithatnak a kulturális központok is. Most ugye azt látjuk, hogy Szekszárd esetében jelentősen csökkentek a programok, illetve mondhatjuk azt is, hogy elmaradtak a programok az elmúlt fél évben, ugye március közepétől gyakorlatilag az összes programunk elmaradt, de azt gondolom, hogy augusztus 15-ig egészen biztos, hogy nem lesznek szabadtéri rendezvények, de ugye ahogy láthatjuk itt Szekszárdon is a közösségi médiából és az ilyen olyan felületekről, ahogy tájékozódom én is, hát látom, hogy még nincs eldöntve a szüreti napoknak a sorsa, de most talán inkább nagy eséllyel lesz valamiféle szüreti napok, de az még nem derült ki, hogy milyen. Az már biztos, hogy számos a tavaszra hirdetett előadás mégiscsak helyet kap a Babics színpadán. Egészen biztosan megrendezésre fog kerülni Péter Szabó Szilvia koncertje, Csányi Sándor estje, vagy a Páratlan Páros színházi előadás, vagy Konz Zsuzsa koncertje, és még hosszasan sorolhatnám. Tehát ezeken a koncerteken dolgozunk, és ami még nagyon fontos, hogy optimisták vagyunk, és abban reménykedünk, hogy a nyári táborainkat, a nagy sikerű nyári táborainkat, amit ugye tavaly indítottunk útjára, ezeket a táborainkat bízunk abban, hogy meg tudjuk tartani. Amíg a kormány nem hirdet, nem vonja vissza a veszélyhelyzetet, és nem nyithatnak ki a kulturális központok, addig egészen biztosan nyári táborok nem lehetnek, de ahogy látjuk, hogy hétről hétre enyhülnek ezek a fajta megszorítások, azt gondoljuk, és joggal gondoljuk azt, hogy talán megtarthatjuk ezeket a táborokat. Lesz grimaszka tábor, lesz kézműves tábor, lesz szuperhős tábor, lesz varázseset tábor, és lesznek mindenféle alkotó táboraink. Ezek hétfőtől péntekig, reggeltől körülbelül 17 óra magasságáig tartanak ezek a táborok. Ahogy megszokhatták a táborozók, a kiváló foglalkozásokon kívül számos szabadtéri programmal, játszóházzal, kézműves foglalkozással fogunk csináltatni minden gyermeknek babicsos kis szütyőt, babicsos kis kulacsot, és természetesen a kollégáim elhalmozzák őket minden földi jóval, úgyhogy bízom abban, hogy ezeket a nyári táborokat meg tudjuk tartani itt a nyár folyamán. Szóval ugrásra készen várják a Babicsban a nyitás lehetőségét, hogy aztán végre mindenki megtalálhassa a kedvére való szórakozási formát.